Jó napot kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntünk akkor tehát minden megjelentett a Magyar Kerékpáros Klub Bringázz a munkába kampányának idei előadás sorozatának első budapesti állomásán, ahol a budapesti cégek, vállalatok képviselőit hívtuk meg, akik nagy örömünkre szép számmal jelentkeztek és elfogadták a meghívásunkat, amit ezúton is nagyon köszönünk. Én Árva János vagyok, a Magyar Kerékpáros Klub tagja, és velem van Halász Áron is, a Magyar Kerékpáros Klub szóvívója és elnök helyettese. Mi ketten mindenkinek, örülünk, hogy ennyien összejöttünk. Igen, mi ketten fogjuk vezetni a mai előadást, illetve a workshopot, amelynek a célja a kerékpáros munkába járás, illetve a kerékpározás népszerűsítése, annak előnyeinek és pozitív hatásainak bemutatása mindenki számára, nem csak az egyén, a társadalom, hanem a munkáltatók számára is. Az előadás második részében konkrét gyakorlati példákat is fogunk bemutatni való, és eszközöket, megoldásokat is bemutatni arra, hogy hogyan tehetők akár holnaptól bringa barátabbá az önök vállalatai, munkahelyei is. És az előadás vége felé lesz egy lehetőség arra, hogy mindenki megoszta saját tapasztalatait, illetve a kérdéseit feltegye nekünk. Erre lehet használni a chat ablakot is, illetve ha minden igaz és a technika megengedi, akkor majd jelentkezésen esetleg szóban is el lehet mondani, de leginkább a chat ablakba várjuk majd a kérdéseket. A chat ablakot amúgy is érdemes lesz majd használni, mert többször fogunk kérdéseket is föltenni önöknek. Egy fontos információ, hogy az előadást felvesszük kamerára, és utána föl is fogjuk tölteni az internetre, úgyhogy ha valakinél ez problémát jelent a nevével vagy a kamerájával, akkor ezt próbálja meg megoldani, átnevezni magát, vagy a kameráját kapcsolja ki. Ha mindenki készen áll, akkor azt gondolom, hogy kezdjük is el. Bemelegítésként talán azzal, hogy kerékpározni jó dolog. Ez szerintem nem csak a jelenlevők gondolják így, hanem nagyjából mindenki, még az is, aki nem ült soha kerékpáron életében, vagy aki szerint kerékpárral közlekedni veszélyes dolog, nem az. De mit jelent valójában az, hogy jó dolog kerékpározni? Ezt szeretném önöktől megkérdezni, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy a chat ablakba, ha minden igaz, akkor nem sokára bemásol a kollégám egy linket, és ezt a linket szeretném, ha megnyitnák, és utána ezt az ablakot, aki esetleg laptopon dolgozik, hagyja is nyitva, mert erre az ablakra még szükségünk lesz. Aki telefonon logolt be, annak sajnos vissza kell majd lépnie a prezentációba, és újra a chat ablakban megkeresni ezt a linket a legközelebbi alkalommal. Tehát arra szeretném önöket kérni, hogy mindenki írjon egy szót arról, hogy miért jó kerékpározni. Elvileg ezt a linket kellene megkeresni, egy mentiméteres linket, és írják be, legyenek szívesek, hogy miért jó önök szerint egy szóban a kerékpározás, vagy a kerékpárral munkába járás. Várok egy picit, egy pár másodpercet, jó fél percet adott esetben, hogy mindenki be tudja. A chat ablakba is be lehet írni, valaki beírta, de lehet a mentiméterbe, ott van elvileg egy lehetőség erre. Aki beírta a szavát, az közben jöjjön vissza a prezentációra. Gyűlnek szépen a szavak, nagyon sokan írják azt, hogy egészséges, az, hogy környezetbarát, nagyon jó. Össze tudjuk szedni talán a legpozitívabb dolgait. Még egy picit várok, mert látom, nagyon aktívak, ezt nagyon köszönöm önöknek. Aki végzett, tehát az lépjen vissza nyugodtan a prezentáció ablakába. Fenntartható környezetkímélő, szabadságérzése, stresszkezelés. Na hát ezek nagyon jó gondolatok, és valóban az látszik belőle, hogy az egyén számára mindenképpen jó dolog a kerékpározás, de valaki... Bocsánat, mi is a menti kód? A menti kód az 36230718, de elvileg nincs rá szükség, csak a linket a chat ablakban, a Zoom
chat ablakában meg tudja nyitni, és elvileg nem kell bejelentkezni ehhez a mentihez. Ha nem baj, akkor, vagy hogyha, na most már talán többen beírták, rendben, köszönöm szépen. A következő percekben, még mielőtt a kerékpározás egyéni, illetve társadalmi hasznairól beszélnénk, átadnám a szót Halász Áronnak, hogy bemutassa, hogy jelenleg hol tart a kerékpározás Magyarországon. Kérlek, Áron, vedd át tőlem a szót. Jó, köszönöm szépen. A Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettese és szóvivője vagyok. Mi azért dolgozunk, hogy minél többen tudjanak kerékpárral közlekedni Magyarországon, és ezért szemléletformáló kampányokat végzünk, illetve a kerékpáros infrastruktúra, vagy általában az infrastruktúra kerékpáros baráttá tétele az egyik fő célunk. És most nézzük azt, hogy hogyan áll Magyarország ezen a téren, legalábbis a kerékpáros szokások terén. Ugye itt a vírusban nagyon sok szokásunk átalakult egy kicsit, de az látható, és ezt most pont reggel egy rádióinterjúban is kérdezték tőlem, hogy Magyarország hogy van európai szinten. Európai szinten a harmadik legkerékpározóbb ország vagyunk Hollandia és Dánia után, és ezt leginkább annak köszönhetjük, hogy főleg ugye az Alföldön és a Kisalföldön rengetegen járnak minden nap is kerékpárral, a nagyvárosokban pedig újra jön föl ez a trend. Magyarországon nagyjából az emberek 17%-a elsősorban kerékpárral közlekedik a mindennapokban, és nagyon érdekes, hogy 66%-uk egyébként nem autózik, pedig mégis azt látjuk, vagy érezzük domináns közlekedési módnak. A magyar háztartásokban nagyon sok kerékpár van, 63%-a a magyar felnőtt lakosságnak rendelkezik saját kerékpárral, és további 12% számára el is érhető. Tehát, hogyha egy közbringarendszert használni tudnak, vagy kölcsön tudnak venni egy biciklit, esetleg fölhozzák a terekről. Most képzeljük el, hogy ez a tömeg kerékpárra ülne. Itt egyébként a dián látszik egy kisebb csökkenés a 2018-as kutatásunk óta. Ez, hogyha megnézzük a kerékpárok értékét, abból fakadhat, hogy valószínűleg nagyon sok régi rozoga biciklit kidobtak, és így általánosságban a kerékpárok értéke viszont elkezdett növekedni. És megváltoztak a mobilitási szokásaink egyébként az utóbbi egy évben. Hát nyilvánvalóan én is home office-ból vagyok most, János is home office-ban van, most nem tudom, hogy önök közül hányan vannak bent az irodájukban, de minden kutatás és vizsgálat azt igazolja, több időt töltünk otthon, több időt töltünk a parkokban, a szabad tereken, erdőkön, kevésebb időt a munkahelyeken, reméljük, hogy ez nem a munkavégzésre vonatkozik, és kevesebb időt töltünk közösségi közlekedésen, és nagyon sokan elkezdtek kerékpárral közlekedni. Ez szerencsére elég sok fejlesztés is segíti mostanában, és látható, hogy kicsit el is kezdtek átalakulni a városok, illetve a kerékpárpiac is kihívásokkal küzd, mert egyszerűen nem tudják ellátni azt az igényt, ami a kerékpározásra vonatkozik. Magyarországon, mint mondtam, az Alföld és a Kisalföldi régiók vezetnek a kerékpározási szokásokban, és az északabbi, illetve a budapesti régió az, aminek kicsit még el van maradva, de jön föl. Budapesten belül ez úgy néz ki, hogy 57% lett tavalyi kutatásunkban azok aránya, akik valamilyen gyakorisággal szoktak kerékpározni, és ez egy nagy növekedés egyébként a két évvel korábbi kutatáshoz képest. Vannak a BKK-nak kerékpáros forgalomszámlálói, úgyhogy most áttérek erre a reprezentatív felmérés után. Ezek azt mutatják, hogy egész évben növekedett a kerékpáros forgalom, és ami nagyon érdekes, még télen is, illetve nem csak azokon a környékeken, ahol a biciklis ételfutárok járnak, vagy ahol kirándulni szoktunk, a Hungária körút, a Csepelre vezető út ugyanúgy nagy növekedést mutat, tehát ezt egy országos és egy városi trendnek is, budapesti szintű trendnek is felfoghatjuk. Mi lehet ennek az oka? Nyilvánvalóan mindannyian szeretnénk távolságot tartani másoktól, és szeretnénk egészségesebbek is talán lenni, de a távolságtartásban ugye van egy másik opciónk, hogy autóval közlekedjünk, amivel viszont hát nyilván amikor parkolóhelyet kell keresni, akkor sokunknak eszébe jut az, hogy hát lehet, hogy biciklivel ez egyszerűbb lenne, aki megteheti, lehet, hogy inkább kerékpárra ül. Nagyon sokat segítenek a forgalomcsillapítási intézkedések, az új kerékpársavok, amik összekötnek városrészeket, amik eddig el voltak választva egymástól,
sokan a metrópótlás, a hévpótlás miatt inkább biciklire ülnek, és talán az ilyen kampányok, illetve a belföldi turizmus is erősíti azt, hogy többen kerékpározzanak. És ezt egyébként, hogy a koronavírus miatt ülnek emberek biciklire, ezt láthatjuk a kutatásokból is, mint motiváció, vagy mint gyakorlat, és mi arra számítunk a kerékpáros ülés, azért is dolgozunk, hogy ez a szokás ne csak egy egyszeri alkalom legyen, hanem megmaradjon. De hogyan lehet ezt segíteni? Általánosságban mindenhol az derül ki, hogy az infrastruktúra valamilyen hiányossága a legfőbb visszatartó erő a kerékpározással szemben, és itt főleg a kerékpártárolókra, illetve az utak kerékpározhatóságára kell gondolni. Pedig az emberek egyébként kerékpárra ülnének, és nagyon érdekes, hogy a különböző társadalmi csoportok hasonlóan gondolkodnak erről. Rengeteg ember mondja, hogy ha a körülmények javulnának, akkor nagyon valószínű, hogy kerékpárra ülnének, és nagyon sokan nyitottak még egyébként rá, de nekik valamiért nem valószínű, lehet, hogy az élethelyzetükben most még nem illik bele, de egyébként pozitívan gondolkodnak a kerékpározásról. És hát ez nyilván egy erős beszédtéma lett, rengeteg cég reklámozza magát kerékpározással, nagyon sokan keressük az interneten a kerékpárokat, és egyébként szinte ki is ürültek a bicikliboltok nagyon sok esetben, illetve nehéz ellátni őket. El is indult egyébként egy elektromos kerékpárvásárlási támogatási program a kerékpáros klub, illetve az ipar szereplőinek kezdeményezésére, ami szintén a munkába járásban nagyon nagy segítséget tud adni, főleg az autóval ingázóknak, illetve a hegyről ingázóknak is. Ez volt az én rövid összefoglalom, és akkor visszaadnám a szót Jánosnak. Köszönöm szépen, Áron. Nézzük meg akkor, mivel nagyon sokan írták a környezetvédelmet, hogy vajon a környezetünkre ez a növekvő kerékpározó tömeg milyen hatással van. Ennek az egyik legegyszerűbb vagy legáltalánosabb módja, hogyha például megnézzük, hogy milyen széndioxid kibocsátással járnak a különböző módok, hiszen azt talán mindenki tudja, hogy a legkörnyezetkímélőbb közlekedési mód a gyaloglás után a kerékpározás. De ugye számszerűsíteni is tudjuk, itt van például ezen a dián azt láthatjuk, hogy a kerékpárnál körülbelül 13-szor több széndioxidot ereget a levegőbe egy személyautó utas kilométerenként. És hogy ezt mit is jelent számunkra, mennyit tudunk esetleg spórolni, hogyha kerékpárra járunk, azt a bringáza munkába korábbi adatai tudják jól érzékeltetni, ami 2007 óta, amióta a kampány elindult, több mint 10 millió kilométert tekertek az eddigi résztvevők. Ez körülbelül 300 millió forintnyi benzin spórolására volt elegendő, és ezzel több mint 1 millió tonna széndioxidot spóroltak számunkra. De mit is jelent ez önök számára, esetleg akik itt ülnek a képernyő előtt? Mindenkit arra kérnék, hogy most képzeljen, nézzen maga mellé, a laptopja vagy a telefonja mellé, és képzeljen oda egy köteg 20 000-est. Mondjuk körülbelül olyan 30 darab 20 000-es, ez egy mobiltelefonnál kicsit vastagabb kötegnyi pénz. Esetleg el lehet képzelni, hogy meglegyezgetjük magunkat. Ez az önök pénze, arra költenék, amire szeretnék, akár egy új bringára, vagy nyaralásra a családdal együtt. De van egy rossz hírem, most legyenek szívesek, álljanak föl, képzeletben menjenek oda az ablakhoz, és ezt így hús dobják ki az ablakon, ezt a köteg pénzt. Ennyibe kerül nekünk fejenként a légszennyezés ára Magyarországon. A kisméretű részecskék, a széndioxid és az ózon szennyezés éves szinten Magyarországon 15 000 ember korai halálát okozza, ami az egészségkárosodásban, munkából kiesett napokban, és természetesen a korai halálozásokban mérhető szám. Ellentétben a kerékpárokkal, ahol ugye minimális széndioxid kibocsátás és károsanyag kibocsátás történik mind a gyártás, mind a használat során, ráadásul kis helyet foglalnak el. Emellett mindenki számára elérhető közlekedési eszközről van szó. Ugye Áron is bemutatta ezt a diát, hogy a magyar lakosságnak a 3/4-ének van elérhető kerékpára közelében, és kis helyet is foglalnak. A jobboldali képen azt láthatjuk, hogy egy személyautó helyére körülbelül 10 kerékpár parkolhat egy városban. A pozitív
hatásokról, az egészségünkre, a társadalomra, vagy a gazdaságra tett pozitív hatásairól még rengeteget tudnánk beszélni, de talán térjünk át a társadalom legkisebb egységére, az egyénre. Milyen egyéni előnyökkel járhat a kerékpározás? Azt gondolom, hogy azt is elég sokan hallották, hogy a tüdő vitálkapacitása nő, jobb lesz a vérkeringés, az ellenálló képességünk, az immunrendszerünk fejlesztésében is jót tehet a kerékpározás, de ennél egy átfogóbb, számszerűsíthető kutatást brit tudósok végezték, ami egy komoly, a nevével ellentétben komoly kutatás volt. Annyira komoly, hogy 5 éven keresztül, most valakit talán hallok, de remélem csak átmenetileg legyenek szívesek kicsit lemjutolni magukat. Tehát egy 2017-ben befejeződött kutatásról van szó, ahol 260 ezer ember követtek 5 éven keresztül, és azt vizsgálták, hogy a különböző közlekedési módokat használók, tehát gyaloglók, tömegközlekedést, esetleg személyautóval és természetesen a kerékpárra járók közül, milyen egészségügyi problémák lépnek föl ebben az 5 évben, és azt figyelhették meg, hogy a szív- és érrendszeri betegségekben és a daganatos betegségek kialakulásában, illetve a halálozásában legalább 50%-os csökkenést értek el azok, akik kerékpárral jártak. Ugye ez az a két egészségügyi kockázat, ami Magyarországon a lista vezető. Ezt ezért is érdemes megjegyezni, hogy a két legproblematikusabb dologban a kerékpár segíthet. Van egy harmadik is természetesen, ez pedig ugye az egészséges testmozgás jótékony hatása. Most arra kérnék mindenkit, hogy a mentiméteres ablakba legyenek szívesek tovább lépni, vagy visszalépni, esetleg azok az emberek, akik mobiltelefonról próbálták meg eddig követni az alkalmat, az a chatbe bekopizott linken nyissa meg újra ezt a mentimétert, és mindenki elvileg szavazhat arról, hogy vajon hány kilogrammot fogynak azok az emberek, akik munkába járás során legalább 30 percet bringáznak, akár oda-vissza az irodájukba az első 1 évük alatt. Jó, egy tippet szeretnék mindenkitől kérni. Ha fölkészültek, meg kell adni valószínűleg egy becenevet maguknak. Tehát hány kilót fogynak átlagosan a munkába járók az első év alatt? Aki szavazott, az már láthatja is, hogy a tipje az vajon helyes volt-e vagy sem. Ez egy angol kutatás egyébként. Azok, akik kevesebbet bringáznak, mint 30 perc, azok egy picivel kevesebb fogyással számolhatnak, de azok, akik 30 percet közben jöhetnek vissza, akik már szavaztak a prezentációba, köszönöm szépen, elég sokan szavaztak, és úgy látom, hogy 7-en találták el a megfelelő számot, bizony 7 kilogrammot fogyhatnak azok, akik a munkába járás során kerékpárra váltanak az első évük alatt. Rengetegről van szó. Miért fontos ez nekünk, magyaroknak? Azt is talán néhányan tudják, hogy Magyarország az Európai Unió egyik vezető elhízott országa, és főleg ilyen koronavírusos, home office-os, otthonülős időszakban ez a 7 kilogrammos fogyási célszám az elég jól hangzik. A munkavállalók ezen kívül kevesebb pénzt költenek a közlekedésre, így több idejük marad személyes dolgaikra, a családra, és sok esetben akár a munkába járás ideje is rövidülhet, ennek megfelelően több idejük van szabadidős tevékenységekre. További rengeteg dolgot sorolhatnék még az egyénre tett pozitív hatásról a kerékpározásról, de időszükében nézzük meg, hogy a munkáltató számára vajon milyen előnyökkel járhat a kerékpározás. Kezdjük talán onnan, hogy mitől is jó egy munkahely. Ismét arra kérném önöket, hogy lépjenek vissza a mentis chat ablakban elküldött linkre, vagy azt az ablakot, amit eddig nem zártak be, azt próbálják meg megnyitni újra. És egy szabad asszociációs játék jön ismét. Mitől válik önök számára jóvá egy munkahely? 3 szót is be lehet írni mindenkinek.
Nem csak a kerékpárral kapcsolatosan, hanem egyáltalán általánosan mitől válik jóvá. Egy munkahely. Elvileg mindenkinél ez a kérdés merült már föl, és szépen lehet beírogatni a szavakat. Nelindultak, így van. Picit többet fogok majd várni most, mert ezen el kell azért gondolkodni. Rugalmasság, béren kívüli juttatások, jó csapat és közösség, fejlődés, fejlesztés, emberbarátság. Van biciklitároló, köszönjük, igen. Ez egy kritérium. Jó, elég sokan írták, írják a jó közösséget, a jó hangulatot. Nézzük, mik vannak még. Közös értékek, lelkesítő munka. Jó, erre majd vissza fogok térni. Még egyszer visszanézünk ezekre a válaszokra. Aki tehát beírta maga három szavát, az térjen vissza a prezibe, és ugyanezeket láthatják a többi résztvevő által is beírt szavakkal. Köszönöm szépen. Nézzük, hogy a kerékpározás vajon ezekre a szavakra, vagy ezekre a célokra, ezekre a jellemzőkre milyen hatással, vagy van-e egyáltalán hatással. Ugye azt az eddig elmondottakból, illetve az önök által írt szavakból sejthető, hogy a munkavállalók azokon a helyeken teljesítenek jól, vagy a legjobban, ahol értelmes munkát tudnak végezni, jó hangulatban, esetleg jó fizetésért is. A jó stratégiával rendelkező cégek többek között az új dolgozókra is számítanak akkor, amikor olyan ösztönzőket találnak meg, és úgy alakítják a saját brandjüket, hogy ez vonzó legyen a munkavállalóik számára. De mint a dián is látható, a hazai vállalatvezetők számára a munkavállalók megtalálása és megtartására egy probléma, egy nehézséget okoz. Ma már nem elég ugyanis innovatív termékekkel, vagy a legmodernebb technológiával felvértezve nekiállni, megkeresni és megtartani az embereinket, akár jó kafetéria sem feltétlenül elég. Össze kell kötni az üzleti stratégiát és a munkavállalói értékajánlatot ahhoz, hogy egy olyan dolgozói élményt tudjunk kialakítani, ami motiválja a munkaerőt annak érdekében, hogy a legjobbat hozhassa ki önmagából. Röviden ezt nevezzük munkáltatói márkaépítésnek, vagy employer brandingnek. Egy 2015-ös Randstad kutatásból az derült ki, hogy azok a munkáltatók, akik boldogan tartják a saját munkavállalóikat, tehát egy jó környezetet tudnak kialakítani ilyen vagy olyan ösztönzőkkel a munkájuk során, azok 10%-kal kevesebb bérköltséggel tudnak számolni, 28%-kal kevesebb fluktuációval, és 46%-kal kevesebbe kerül számukra egy pozíciónak a feltétése. Azaz a kollégák boldogságán keresztül válhat sikeresebbé egy vállalat. Hogyha a másik oldalt nézzük meg, tehát a munkavállalói oldalról nézzük meg, hogy mitől jó egy munkahely, akkor azt láthatjuk egy tavalyi kutatásból, hogy a munkavállalók és a jelentkezők számára továbbra is természetesen a bérezés a leghangsúlyosabb értékelési szempont, de ezt követi szorosan a kellemes munkahelyi légkör. Ahogyan ezt sokan írták is, a stresszmentes munkahely az egy fontos szempont a munkavállalók szempontjából. Na de a kerékpár hogyan segíthet abban, hogy ezt elérje egy munkaadó? Erre egy néhány évvel ezelőtti kanadai kutatást tudnék bizonyítékul felhozni, ahol egy IT-cég dolgozóit kérdezték meg a munkába érkezésük utáni 45 percen belül. Különböző közlekedési módot használtak, volt, aki közösségi közlekedéssel jött, volt, aki autóval és volt, aki bringával, és nem meglepő módon a bringával érkezők stressz szintje az jóval alacsonyabb volt a többiekénél, és azt pedig tudjuk, hogy a reggeli hangulatunk az alapvetően határozza meg a későbbi
munkánknak a hangulatát is, így az elvégzett munka minőségét. Tehát a kerékpárral érkezés egy munkahelyre, az valószínűleg hatással van arra, hogy hogyan érezzük magunkat a munkahelyen, és ezzel hatással van az elvégzett munka minőségére is. Ráadásul a kerékpározás ebben az a legjobb, hogy az összes cégnek valószínűleg a legtöbb szegmensébe beilleszthető. Legyen szó marketingről, fenntarthatóságról, társadalmi felelősségvállalásról, csapatépítő programokról. A CSR és a fenntarthatóság az nem egy trendi menedzsment irányzat, hanem egy versenyelőny a többi vállalathoz képest. A pozitív vállalati imázs az vonza a fogyasztókat, vonza a munkavállalókat is. A környezetvédelem és a fenntarthatóság ráadásul egyre fontosabb a vásárlók és a partnerek számára, nem csak a fiatalok, hanem mindenki számára. Egy tavaly előtti PwC-s, PricewaterhouseCoopers-es kutatás, nemzetközi kutatásból kiderül, hogy nem csak a műanyag csomagolások vagy eldobható műanyagok kérdésében van, hanem akár, ahogy jelöltem is a dián, a fenntartható közlekedési módok esetében is tudatosabban választanak a közlekedők, és a magyar piaci felmérések ugyanezt bizonyítják, a magyar válaszadók közel fele hangsúlyosan szeret többet, vagy hajlandó többet fizetni egy olyan cég szolgáltatásaiért, vagy termékeiért, ahol a cég fenntartható módon működik. A kerékpározás támogatását tehát egyszerre tudjuk elszámolni rengeteg program tevékenység során, környezetvédelmi tevékenységként, vagy sportolás támogatásaként, anélkül, hogy a vásárlóik, vagy a munkavállalóik szemében ez egy felszínes zöldítés, vagy greenwashing lenne. A kerékpározás az nem greenwashing. Az elektromos autó flotta leasingelése, bérlete az már lehet, hogy az, de a kerékpározás az szerencsére nem. Azt már tudjuk, hogy az egyénre milyen pozitív hatással van a kerékpározás, de hogy néz ki ez a munkáltató oldaláról? Hát egész egyszerűen, számszerűsíthetően kevesebbet betegek azok az emberek, akik kerékpárra járnak dolgozni a munkahelyükre. Hogyha ezt mondjuk egy 100 fős cégnél hasonlítjuk össze egy olyan céget, ahol senki nem kerékpározik, az átlagosan 130 nappal több betegszabadságot jelent egy olyan céggel szemben, ahol mondjuk mindenki kerékpározik. És hogy bár én nem vagyok HR-es, de azt gondolom, hogy ez a prezentációnk elején kidobott kötek 20 ezresünknél jóval-jóval több pénzt jelent egy vállalat számára. Vagy elgondolkodtak esetleg azon, hogy a munkavállalóik, vagy az önökhöz jelentkezők honnan járnak az irodájukba? Erre a legegyszerűbb, ugye nyilvánvalóan a covidos időszakot hátunk mögött hagyva, előbb-utóbb az irodák, a cégek központjai újra kitüntetettebb helyzetbe kerülnek, de még akár covidos időszakban is egy-egy szerződésre, egy partner látogatásra, vagy egy meetingre sokan beszoktak járni az irodájukba, és nem mindegy, hogy ezt hogyan vagy honnan teszik. Ezen a dián az látható, hogy gyalogosan és kerékpárral, esetleg elektromos kerékpárral mekkora távolságot és területet tehet meg valaki. Óriási a különbség a gyalogláshoz képest, és hogy ezt Budapesten tudjuk érzékeltetni, arra ezt az applikációt hadd mutassam be, egy tetszőlegesen Váci úton kiválasztott irodából kényelmes kerékpározással körülbelül 3,5 kilométert lehet megtenni egy út során, és ezzel nagyjából az egész belváros lefedhető. Képzeljük el, hogy adott esetben egy találkozóra vagy ebédelni mennyivel egyszerűbb kimenni kerékpárral, ahelyett, hogy órákon keresztül dugóban ülnénk, vagy parkolóhelyeket keresnénk. És végül, de nem utolsó sorban, próbáljuk meg megnézni, hogy milyen anyagi előnyökkel járhat egy cég számára a kerékpározás. Sajnos jelenleg még nincsen a kerékpározás
munkába járását támogató anyagi ellenszolgáltatás az állam részéről. A Magyar Kerékpáros Klub a KPMG-vel együtt tavalyi év folyamán beadott egy javaslatcsomagot a kormánynak. Tehát javaslatcsomag az már elég részletesen ki van dolgozva, de még szükség van akár az önök lobby tevékenységére is, legalábbis az önök támogatására is a kerékpáros klub részére, hogy ez ebből legyen valami a közeljövőben. Én azért optimista vagyok. Ennek ellenére azt azért mindenki számára szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kerékpározásban a beruházás az általában egyszeri és elenyésző költségeket jelent. Tehát, hogyha mondjuk például egy parkolót szeretnénk építeni a munkavállalóink számára, 10 autónak a helyére, én nem is tudom, hogy hány bringa tárolót lehetne tenni abból a pénzből, amibe kerül. És természetesen a fenntartási, amortizációs költségei is mondjuk egy céges bringa flottának elenyészőek máshoz képest. Ennek ellenére azért, ha kerékpárt, konkrétan kerékpárt szeretnének juttatni a munkavállalóiknak, akkor összegyűjtöttem ezen a dián, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye nem mindegy, hogy ajándékba adnánk a munkavállalóknak juttatásként, esetleg munkába járáshoz vagy munkavégzéshez szükséges ez a kerékpár. Amire felhívom a figyelmet, hogy a kerékpár akkor számít kisértékű tárgyi eszköznek, hogyha 200 ezer forint alatt van ugye az értéke, és ebből azért elég jó kerékpárokat lehet beszerezni, és ennek megfelelően amortizálni, illetve leírni ezeket egy céges költségvetésből. Megvizsgáltuk tehát a munkáltatói előnyöket. Hogyha visszamegyünk arra, hogy milyen szavakat írtak, azt gondolom, hogy ezeknek a nagy részére sikerült pozitívan hatni a kerékpározásnak, vagy annak a lehetőségének, de nézzük meg, hogy ez a gyakorlatban hogyan is néz ki. Ezért szeretném megkérni magyarországi jó gyakorlatokkal rendelkező cégek képviselőit, hogy mutassák be, hogy az önök cégénél hogyan is néz ki egy kerékpározás támogatása. Első körben először a Decathlon Magyarország fenntarthatósági vezetőjét, Kabarc Balázs szeretném felkérni, hogy pár mondatban mutassa be az eddigi fejlesztéseket, illetve a jövőbeli terveket. Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a felkérést. Már említett, hogy Kabarc Balázs vagyok, a Decathlonnak a fenntarthatósági vezetője. Egyébként 15 éve dolgozom a Decathlonnál, de igazából ezt a pozíciót csak 2 hónapja töltöm be. Ennél fogva azt tudom mondani, hogy a fenntarthatósági átalakulásunknak viszonylag az elején járunk, szeretnék ezügyben egy kicsit alázatos lenni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy több tervünk van, mint sem sok eredményünk. Viszont ettől függetlenül, ha most kerékpározásról van szó, sportáruház vagyunk, így éppen ezért a kerékpárral való megközelíthetőség mind a dolgozók, mind a vásárlók számára eddig is eléggé fontos szempont volt számunkra. Így éppen ezért majdnem minden áruházunkban van a vásárlók számára kültéri kerékpáros tároló, ez nagyon sok esetben épített fedett, erről látszik is egy fotó a budaörsi áruházunk előtt, és szintén a budaörsi áruházunknál készült fotó erről, több helyen szereld magad ponttal is kiegészítjük ezeket, ahol a vásárlók saját maguk önként is tudják a kerékpárjukat kismértékben karbantartani, legalább például a keréknyomást felfújni. Ezen felül a legtöbb, illetve gyakorlatilag minden áruházunkban van a dolgozók számára, most áttérve a dolgozókra öltöző, illetve zuhanyzó, ez tényleg minden áruházban elérhető, éppen ezért aki kerékpárra jön, ennek egy kicsit ez könnyebb, komfortosabbá tehető, és a legtöbb áruházunkban, amelyiknek gyakorlatilag a méret ezt megengedi, van a dolgozók számára külön zárt tároló lehetőség, erről is látszik itt egy kép ezen a dián. És akkor tényleg egy mondatban arról, hogy a jövőben is szeretnénk ezen tovább fejleszteni, mi vagy az elején járunk, tényleg tervek, ötletek vannak, és hivatalosan azt is mondom, hogy éppen ezért nem tudom azt mondani, hogy a Decathlon vállalja, de nekem személy szerint törekvésem pont az imént említett juttatási csomagokat egy kicsit bővíteni ilyen értelemben. Például én nagyon szeretném, hogy, és remélem, hogy hamarosan a Decathlonnak is hivatalosan céljává válik, hogy például műhely szolgáltatásokkal segítsük a dolgozóinkat, például éves nagyobb kerékpárkal karbantartás kapcsán. Igazából ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen a lehetőséget. Én is nagyon szépen köszönöm, és jó látni, hogy a megvalósítások mellett még,
még tervek is léteznek. Következő képben akkor szeretném megkérni az SAP Chief Operating Officerét, Nyers Balást, hogy ő is röviden mutassa be a cég eddigi bringás eredményeit. Éppen én is üdvözlök mindenkit. Én 15 éve, lassan 15 éve kerültem a céghez, és már ezeknek a dolgoknak a nagy része akkor is adott volt. Nálunk is van zárt és fedett bringatároló a mélygarázsban, és ezekhez tartozik zuhanyzó, öltöző, saját szekrények, van ruhaszárítónk, de legújabban még elektromos cipőszárító is került ide a kollégák kérésére. Van egy kis szervizállomás szerszámokkal, illetve a kerékpár rögzítésére alkalmas állvánnyal, és hát a tavalyi újításunk, hogy létrehoztunk egy pool kerékpár flottát, hagyományos és elektromos kerékpárokból. Ezeket a kollégák ingyen elvihetik egy-egy napra vagy hétvégére. Ehhez kapnak sisakot, illetve minden felszerelést is. Tehát ezek gyakorlatilag a tárgyi dolgok. Ezen kívül támogatjuk a kollégák részvételét versenyeken, tehát kifizetjük nekik a nevezési díjat, kapnak MESZ-t hozzá, és hát ha körülmények engedik, akkor különféle bringáza munkába kampányokat szervezünk mi is. Ezek különböző formát öltenek, reggelire hívjuk meg a kollégákat, volt tekerje az ügyvezetővel program, ahol utána a Margit szigetről tudtak a kollégák bebiciklizni a céghez, illetve volt biztonságos kerékpározás tréningünk is, szoktunk kerékpáros tesztnapokat is szervezni, és hát egyébként szerencsés helyen vagyunk, mert pont az óbudai kerékpárút mentén helyezkedik el a cég, szóval biciklivel sok minden könnyen elérhető. Köszönöm szépen! Én is nagyon köszönöm, jó látni ilyen sok és ennyiféle kerékpáros eszközt vagy megoldást. Hogyha a többiek is kedvet kaptak ahhoz, hogy az egyik vagy másik megoldást ezek közül kipróbálják, akkor talán érdekes lehet az előadásunk utolsó része, amiben próbálunk hasznos tippeket, konkrét megoldási javaslatokat, olyan vállalati ösztönzőket bemutatni, amivel akár holnaptól tényleg bringa barátabbá válhat az önök munkahelye is. Az első javaslatunk az, hogy beszéljenek róla. Láthatóság, a kerékpározásnak a láthatósága, a megjelenése a nyilvánosságban és a belsős anyagokban például nagyon fontos és egy egyszerű megoldás lehet. Ugye a külső nyilvánosság felé lehet részvétel bringás eseményeken, ilyen az Európai Mobilitási Hét szeptemberben, vagy a idén, az előző héten ugyan félig meddig megrendezett földnapja, április 22-e, ami köré általában fenntarthatósági vagy kerékpáros napok szoktak szerveződni, de a már említett bringás reggelik is ilyenek. Ilyen lehet külsős, akár a rendezvények támogatása, például a saját bringás reggeli megrendezése, vagy akár szponzorként fellépés a bringás reggelire. Itt látható két plakát korábbi évekből, ahol céges szponzorációval lehetett megoldani bringás reggeliket. A következő ötletünk, hogy a kerékpározást tegyük lehetővé, könnyítsük meg a feltételeit a munkába érkezéshez, kezdve attól, hogy bringás útvonaljavaslatokat adunk a kollégák számára az irodába jutáshoz, vagy akár tapasztalt kollégák kísérhetik, szervezhetünk ilyen programokat is, hogy a már kerékpározók bekísérik a kezdőket a munkahelyre, azon át, hogy az irodába érkezésnél megfelelő, zárt kerékpártámasz vagy bringatároló várja őket, adott esetben zuhanyzó, vagy akár céges kerékpár flotta beszerzése, ahogy ezt az SAP-nál is megtörtént.
És hogyha konkrétan kerékpárok beszerzésének gondolkodnak, akkor annak is elég sok módja van, nem csak a hagyományos kerékpárok, hanem az elektromos kerékpárok vásárlása is, de természetesen ilyen lehet a bérlés is, vagy a szervízzel együtt bérlés, valamint a leasingelés is egy megoldás, és hát már említettük a közösségi kerékpárokat idén, most indul újra a MOL Bubi Budapesten, új bringákkal, most az utolsó tesztüzemben vannak, akár juttatásként egy Bubi bérlettel is gondolkodhatnak a cégek, és természetesen a magán, tehát a munkavállalóknak is a kerékpár vásárlásához hozzájárulhatnak. Tehát a kerékpár beszerzésének is önmagában több módja lehet. Emellett már említettük, hogy a lobby tevékenység, a kerékpáros klub támogatása bizonyos ügyekben, akár javaslatok terén, például a Váci úti irodaházak összeállnának, és azt mondanák, hogy szeretnénk bringa utat, kedves kerékpáros klub, lobbizzatok az érdekünkben, itt van a lista, hogy kik vagyunk mi. Azért több ezer ember véleménye vagy javaslata az valóban érdemi változásokat tud előidézni a törvényhozókban. Nem kell nagy dolgokra gondolni, a körülmények javításáért akkor is sokat tehetnek, hogyha a beruházások mellett, az infrastruktúrális beruházások mellett az kisebb dolgokban is gondolkodnak. A motiváció az nem kerül pénzbe, de tényleg filléres költség lehet akár egy plakát kihelyezése, vagy több plakát kihelyezése az irodában, nem beszélve az ingyenes rendezvényeken, vagy kampányokban való részvételről, ilyen ugye az iBike Budapest, ami sajnos idén egyelőre áprilisban elmarad, de elképzelhető, hogy szeptemberben már lesz. Én azt gondolom, hogy jövőre már biztosan, de legalábbis nagyon várjuk, de a bringáza munkába kampány is fog folytatódni. Hogyha az infrastruktúrális beruházásokról van szó, említettem már, hogy elenyésző költségekről beszélünk, a biztonságos megfelelő kerékpár támaszok esetében egyrészt nagyon jó műszaki ajánlása van a Magyar Kerékpáros Klubnak, itt a jobboldali képen látható egy kivonat, ennél sokkal részletesebben a honlapján a klubnak megtalálhatók részletes műszaki javaslattétel, konkrét árakkal és adott esetben vállalkozókkal vagy gyártókkal. Hogy ezt számszerűsítsem, egy rendes, hagyományos kerékpár támasz körülbelül 15 ezer forint plusz áfába kerül, kiépítéssel együtt egy 5 darabból álló, tehát 10 kollega számára megoldható parkolást és biztonságos parkolást jelentő kerékpár támasz, az körülbelül 150 ezer forintos tételt jelent egy cégnek. Én azt gondolom, hogy egy nagyobb vállalatnak ez nem olyan óriási összeg. A motivációnak az egyik legjobb példája az, hogyha példát mutatnak a vezetők akár egy cégnél. Nem csak a munkába járáshoz, hanem a napi ügyeiket azzal intézik, hogyha a munkavállalók azt látják, hogy a főnökök bringára pattanra öltönyben elmennek tárgyalni, azért az elég motiváló lehet. De nem csak a saját munkavállalóik számára, hanem ez egy rendkívül jó példa más vállalatok számára, és természetesen az ügyfelek számára is. Ilyen támogatás vagy példamutatás lehet természetesen a Magyar Kerékpáros Klubnak az effektív támogatása is, például a kampányok szervezésében, vagy ahogy a dián is látszik, van nekünk egy remek kisokosunk, ami nyomtatott formában akár logózható vagy cégek számára is támogatható verzióban, például egy olyan oldalt tartalmazhat, hogy az irodát hogyan a legegyszerűbb megközelíteni, vagy a cégnek az éves CSR vagy sportrendezvénynek a gyűjteményét tartalmazhatja. És végül, de nem utolsó sorban természetesen itt vagyunk, hogy segítsünk önöknek. A Magyar Kerékpáros Klub műszaki kommunikációs szakmai tanácsadásban lassan évtizedes tapasztalatokkal bír. Önkormányzat és civil kapcsolatok, helyi tagszervezetekkel tudjuk összekötni önöket, véleményezni tudunk, vagy akár a stratégiájuk kidolgozásában, vagy azt véleményezni is szívesen állunk rendelkezésükre. És a kisokost már említettem nyomtatott formában, természetesen az interneten is elérhető, ez pedig olyan segítséget nyújthat önöknek, hogyha nem tudják, hogy milyen gyakorlati tanácsokkal lássák el a munkavállalóikat, akkor ebből szemezgethetnek ingyen és bérmentve. A mai előadásnak a törzsanyaga ezzel véget is ért. Én nagyon köszönöm az eddigi figyelmet, de most jön az a rész, amikor elvileg kérdéseket föl lehet tenni számunkra, illetve egymásnak, akár a jelenlévő munkavállalóknak hozzászólásaikat is
nagyon várjuk. Azt tudom, hogy a BKK képviselői is itt vannak, esetleg ők is mondhatnak talán egy-egy szót a MOL Bubiról. Akinek viszont el kell mennie, mert csatlakoznia kell egy következő meetingre, mondjuk 11-től, annak tényleg szeretném még egyszer megköszönni a részvételt. Én remélem, hogy sikerült meggyőzni mindenkit arról, hogy a kerékpára, a munkába járás az nem egy jövőbeli cél, hanem egy jelenbeli siker záloga, és hogy a vállalatok számára is kifizetődő az, hogyha a munkavállalók inkább bringáznak. Legyenek az előfutárai a bekövetkező változásoknak, járjanak élen a bringás fejlesztésekben, hogy sikeresebb lehessen a vállalatuk. Köszönöm szépen, és akkor a chatben feltett kérdésekre én is megpróbálok a kollégákkal együtt reagálni. Addig le is némítom magam, amíg még hümmögök. Nem tudom, hogy kérdeznek-e, úgy emlékszem, hogy lehetett kérdezni szóban is, tehát aki tud és lehetővé teszi az unmute-ot, azt szerintem bátran tegye meg. Készfeltétellel is lehet természetesen jelentkezni, és akkor talán nem folyunk össze. Igen. Túri Veronika, Vasút Egészségügyi, azt szeretném megkérdezni, hogy főleg a kerékpáros barátmunkahelyek, hogy azokat a kedvezőtlen időjárási körülményeket, amikor mondjuk gónos eső van, és nem ülünk kerékpára, mert balesetveszélyes, azt hogy kezeli a cég? Mert hogy én is kerékpárral járok, és akkor egyébként nem szeretek elindulni. És egyre nagyon sokan járunk itt kerékpárra, ugye a Covid miatt, és mindig probléma, és ezért, mert hogy kerékpározunk, ezért cserében mondjuk nem is veszünk bérletet. Hogy ezt hogy lehet kezelni? Fizetett távol lét, vagy home office, de ahol mondjuk nem, egy Decathlonban azért kétlem, hogy van home office. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Ugye azt tudni kell, hogy Magyarországon az esős napok száma az elég kevés. Tehát olyan 200 fölött van a napos napok száma. Ellentétben például Hollandiával vagy Koppenhágával, ugye a híresen kerékpáros nemzetek az Dánia és Hollandia, és mindkét ország fővárosában az esős napok száma az ilyen 180 körül van. Tehát az évek során majdhogy a felében esik, és rossz idő van. Ennek ellenére milliók kerékpároznak. Tehát az időjárás az egy valóban elterjedt tévhit Magyarországon, hogy olyankor nem lehet kerékpározni, de egyrészt sokkal több nap van, amikor nem esik az eső, és jó idő van. És természetesen az első elemek fel lehet öltözni. Ma már nem kell nagyon technikai dolgokban gondolkodni akkor, hogyha föl szeretnénk venni egy esőálló kabátot, vagy egy esőnadrágot. Ezek tényleg pár ezer forintos költségek. Tehát szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy ezeket a tévhiteket először eloszlassuk mondjuk a munkavállalók fejében, hogy igenis esőben is be lehet menni. Valóban talán nem annyira kényelmes. Ugye egy jó kerékpárt föl kell szerelni mondjuk sárvédővel, föl kell venni egy esőkabátot, és meglepően ennek ellenére, vagy ezek ellenére meglepően könnyen be lehet érni ilyenkor is. Természetesen vannak azért a téli hónapok, amikor azért a kezdő kerékpárosok nem kerékpároznak, de az én személyes tapasztalatom az, hogyha egy kerékpáros mondjuk márciustól, amikor kezd jobb idő lenni, fölül a kerékpára, és elkezd kerékpározni, akkor észre se veszi, de talán októberben, novemberben fogja először letenni a kerékpárját, és tényleg csak 3 hónap kimaradásról van szó, és talán a következő évben még tovább fog kerékpározni, és előbb-utóbb, hosszú évek alatt, előbb-utóbb talán el fog oda jutni, hogy egész évben kerékpározni fog. Nem tudom, többieknek, a kollégáim közül van-e még más válaszuk Veronika kérdésére, Áronnak esetleg. Vagy nem tudom, hogy én megválaszoltam-e a
a kérdést. Szerintem megkérdezhetnénk, mondjuk az SAP-nál, hogy csinálják ilyenkor, nekik van a leghosszabb tapasztalatuk, hogyha még itt van a képviselőjük. Én itt vagyok még. Hát ugye ez, amit említettem, van például nálunk ez a, ez talán tavaly vagy tavaly előtt került felszerelése, hogy a cipőt is meg tudják szállítani a kollégák. Ez az ő kérésük volt, ugye azt legnehezebb talán védeni az esőtől, és például egy ilyen egyszerű elektromos cipőszállítónk van. Ez az, ami segít abban, hogy rossz időbe is bejöjjenek a kollégák, illetve ruhaszállítóink vannak, tehát a vizes ruhákat, azokat a munkanap alatt meg lehet szállítani. Ha hozzátehetek, azért ez egy kicsit összetettebb kérdés. Ha véletlenül baleset éri, ugye azért romos esőben nem ülünk fel kerékpára, akkor a munkahely, tehát hogy úti balesetnek számít, hogyha vele bármi történik. Az első, amit a TV is meg fog kérdezni, hogy miért ült fel a kerékpára. Ennek szerintem érdemes utána nézni, és egyébként nagyon sok kérdést még föl lehet tenni, mi ezeknek meg fogjuk nézni majd a részleteit, és szerintem küldünk majd két tájékoztató anyagot még egyebekről is, és akkor ezt is beletehetjük. Érdemes azt is megvizsgálni ilyenkor, mi van más helyzetekben, tehát mi van, ha valaki gyalog megy, mi van, ha valaki autóval megy közösségi közlekedéssel, és ott éri esetleg ilyen baleset. De ezt akkor javaslom, hogy szerintem nézzünk utána, írjuk fel ezt a kérdést, és lehet, hogy a meglévő szabályozások meg hasonlók alapján rögtön választ fogunk rá kapni. Nekünk nem volt még ilyen problémánk, tehát nem tudok olyanról, hogy valaki kerékpázás közben olyan komolyabb balesetet szenvedett volna, és aztán munkai baleset lett volna belőle, de persze az lenne. Ami kicsit nehézséget okozott, a pool kerékpárflottánk felépítése során merült fel ez a kérdés inkább, hogy mi van akkor, hogyha valaki ezt a kerékpárt elviszi, és aztán balesetet szenved vele. Ugye valamennyire ezt le lehet mindenféle nyilatkozatokkal fedni, hogy csak saját felelősségre és átnézni a kerékpárt és stb. De hogyha ő ezzel hazamegy, és másnap ezzel jön dolgozni, és balesetet szenved, akkor el kell fogadnunk, hogy az egy munkahelyi baleset lesz. Szerencsére nem volt még ilyen. Jó, volt egy olyan kérdés, hogy mit javaslunk közösség, kerékpáros közösség építésére mondjuk versenyek tekintetében. Első körben ugye azzal érdemes kezdeni, hogy összegyűjteni ezeket az embereket. Tehát mondjuk egy hírlevélben írni valami kerékpáros programról, vagy ennek a kérdését feltenni az emberek számára. Ennek fényében lehet utána szerintem a következő lépésen gondolkodni, hogyha egy 1000 fős vállalatból mondjuk 10 ember az, akit érdekelne egy ilyen, akkor másféle megoldást kell keresni, mint hogyha 500-at. Hogyha megvan az a pool, vagy az az embertömeg, akit mondjuk a kerékpározás érdekel, akkor az egyik nagyon jó mód a Bringázza munkába kampányhoz csatlakozni, ahol eddig évek során egy applikációval lehetett mérni a munkába megtett kilométereket és csapatszinten összegyűjteni. Idén a COVID miatt ez egy picit nehézkesebb, de ezt ennek ellenére is önbevallásos alapon, bocsánat, meg lehet csinálni ezeket a versenyeket. Tehát lehet kis csapatokat szervezni, mondjuk egy multicégnél külön departmentenként, vagy kisebb csapatokra bontva, és versenyeztetni egy adott időszakban, mondjuk nyáron, május, június, július, attól függ, hogy vannak még irodában a legtöbben, akár egy hónapon keresztül mondjuk versenyeztetni, és akkor különböző díjakat felajánlani. A csapatépítés egyébként egy céges bringatúrát szervezni akár. Ugye itt ilyenkor ez szokott fölmerülni, hogy munkaidőben vagy munkaidőn kívül
nincs felelőssége a cégnek, ugyanakkor programokat nehézkesen szervez, munkaidőben pedig ugye ott felmerülnek a felelősség kérdések, ahogy ez előbb is előjött. Ugye azt azért tudni kell, hogy egy bringa túra adott esetben szervezhető teljesen elszeparált bringa úton, mondjuk egy Budapest-Szentendre túra oda-vissza, az nagyon-nagyon minimális autós interakcióval jár, és ahogy egyébként az Áron is említette, a kerékpáros, meg az SHP-s képviselő úr is, hogy nincs szignifikánsan több kerékpáros baleset, mint bármelyik más közlekedési eszközzel. Tehát ez is egy picit ilyen tévhit, kerékpározni mondjuk a városban veszélyes. Ha ez így lenne, akkor ez a statisztikákban is látszana, de nem így van. És hozzáteszem, mondom, egy Budapest-Szentendre úton ennek aztán tényleg nagyon-nagyon elenyésző az esélye. Tehát ilyen kis lépésekben programokat szervezni, versenyeket szervezni, az mindig egy jó dolog. Én akkor csatlakoznék ehhez, mert itt jött is kérdés, hogy hogyan lehet kapcsolódni a kampányhoz, de még előtte hozzátenném, van a Kerékpáros Klubnak egy bebiciklizés nevű programja, ez itt az egyik szlájdon is ki volt írva, ez egy oktató program. Tehát, hogyha például arra szeretne egy cég gondolni, hogy hogyan tanítsuk meg az embereket kerékpározni, akkor ez egy elég jó alkalom lehet. Ezeken például ki lehet próbálni olyan útvonalakat, amik a munkahelyhez vezetnek. Ez egy 2-3 órás túra, nagyjából 10-15 embert lehet elvinni egy ilyen utazásra, és a különféle helyzeteket megmutatjuk nekik. Ha van egy hírlevél, akkor nagyon könnyen be lehet ugye tenni kerékpáros tartalmakat. A chat ablakba betettem a Kerékpáros Klub kisokosnak a linkjét. Ez a honlapunkon elérhető, de remélhetőleg a közeljövőben lesz több ezer példányunk, amit esetleg tudunk adni belőle. Most készített a Kerékpáros Klub egy 3 részes videósorozatot kerékpáros tévhitekről, közlekedési tanácsokról, írott és íratlan szabályokról egyszerre, illetve mindennapos élethelyzetek megoldásáról. Ezt is tudjuk ajánlani, ennek a linkjét is elérhetik a chat ablakba föltettem. A bringáz a munkába kampányhoz, de most igen, idén nincsen játékunk, ezt tavaly ugye lefújtuk, mert egyszerűen hát a munkahelyek bezártak, és nagyon sok ember sem is el is vesztette, úgyhogy ezt az applikációs játékot most nem csináljuk. Viszont jelenleg is fut, és május közepéig tart a budapesti fotófeltöltős nyereményakciónk. Ehhez is betettem egy linket a chat ablakba, amiről lehet olvasni, hogy hogyan lehet részt venni, de nagyon egyszerű. És tudjuk ajánlani azt, hogy ilyen közösségépítési szempontból, vagy célból küldjék el a munkatársaknak. Itt egy hashtaggel kell feltölteni nyilvános képet az Instagramra vagy a Facebookra. Budapesten ez a Budapesten bringázom hashtag, aztán utána ezzel megyünk vidéki városokba is. És itt egy remek nyereményakció van, amit a szponzorok, a Kerékpáros Klub kampányának támogatói fognak utána honorálni, és azt hiszem, hogy ebben is érdemes részt venni. Hát jelenleg eléggé limitáltak a lehetőségeink. És jött egy kérdés a kerékpáros barát munkahelyhez, az egy cím, amit ki szoktak osztani, ugye van egy kerékpáros barát település és munkahely cím, amit államilag osztanak ki, de az nem egy ilyen kampány, ott ahhoz másmilyen teljesítési szükségletek vannak. Lászlónak mondom, hogy hol vannak a linkek, hogyha följebb pörgeti a chat ablakot, akkor a kérdések fölött, vagy kérdések előtt raktam be őket, ide a chatbe, de szerintem ki fogjuk küldeni majd az után követő e-mailben is. Aztán van egy kérdés Baksai Gergelytől, köszönjük szépen, hogy hogyan lehet ahhoz csatlakozni, hogy közösen lobbizunk a munkába járás támogatásáért. Én azt gondolom, hogyha felveszi a kapcsolatot a Kerékpáros Klubbal, és ezt ajánlom minden más cégnek is, akinek ez mondjuk szempont, akkor ebből csinálhatunk egy összegyűjtést, megnézzük, hogy hány cég, hány képviselője, vagy hány munkavállalói szeretné mondjuk ezt a lobby tevékenységet, és mondjuk el tudjuk küldeni a kormánynak a tavalyi javaslat csomag mellé, mint egy ilyen megerősítést. Úgyhogy ezt előre is megköszönjük az ilyen vállalatoknak. Látom, hogy elakadtak a linkek, ezt be fogom tenni, akkor még egyszer. Válaszolok még egyet,
közös lobbizáshoz. A kerékpáros klubnál a részben az ilyen pénzügyi ösztönzőkért is ugye elkezdtünk dolgozni, és nagyon sok helyen az infrastruktúráért is dolgozunk. És én azt javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot, tehát nagyon szeretnénk kiépíteni egy olyan együttműködési rendszert, amiben együtt tudunk a döntéshozók felé véleményeket megfogalmazni. Szerintem nagyon sokat tud segíteni, és utánkövető e-mailben akkor ezt is be fogjuk tenni, hogy hogyan lehet, de egyébként, ha ír valaki az info@kerekparosklub.hu-ra, akkor az biztos, hogy célba fog érni. Nagyon sok helyen szeretnénk például bevonni helyi munkáltatókat a kerékpáros barát infrastruktúra fejlesztésébe is. János például is mondta a Váci utat, nagyon sokan járnak például kerékpárral a Váci útra is, rengeteg irodaházban vannak jó kerékpártárolók is, de nehéz megközelíteni kerékpárral. Itt voltak már arra döntéshozó ígéretek, hogy ott lesz egy kerékpáros tengely, de hát nyilván az, hogy ez prioritást kapjon, érdemes a helyi érdekelteket bevonni. És akkor én itt mindjárt vissza fogom adni a szót Jánosnak, és megpróbálom betenni újra a linkeket, amit látom, hogy elakadtak, azért elnézést kérek. Köszönöm, én itt közben megpróbáltam, hogy elkezdtem összegyűjteni a felmerülő kérdéseket, hogy ez esetleg egy helyen legyenek meg. És akkor természetesen azokra a kérdésekre, amikre most nem tudunk válaszolni, azokra megpróbálunk később válaszolni. Fogunk küldeni egy follow-up e-mailt nem sokára, egy pár napon belül, amiben megoszthatják a visszajelzéseiket és az esetleg még felmerülő kérdéseiket, és ezen keresztül biztosan tudunk kapcsolatban maradni. Van egy kérdés, hol lehet jelenteni a járhatatlan bringa utakat? Rengeteg az ilyen. Hát igen, sajnos az infrastruktúrák egy része nem 21. századi, és balesetveszélyes. Én erre Budapesten a járókelő.hu-t ajánlanám, ahol fotóval együtt akár órákon belül eljuthat az illetékesekhez, aki esetleg nem ismerni a járókelő.hu-t, ez egy olyan online tool, közösségi felület, ahova regisztrációt követően bárki bárhol bejelenthet, akár egy törött lámpát, egy lekopott felfestést, egy kátyút, és a járókelő munkatársai a megfelelő embereknek továbbítják. Tehát nem kell azon szöszölnie az átlag állampolgárnak, hogy vajon kihez tartozik ez az utca, és akkor megtalálni a telefonszámot, hanem bejelenti a járókelőn, és adott esetben tényleg napokon belül javítható egy-egy helyszín, függően attól, hogy éppen mondjuk a Budapest közútnak hogy van a beosztása vagy munkája. Közben volt egy kérdés még a kerékpár felújítására vonatkozólag, és akkor a kollégáim segítségét kérném, hogy ha valaki ebben tud választ adni, akkor azt megköszönöm. Köszönjük. Itt nyilván nem látjuk akad el, de készülni fog egy cikkünk a bringázomunkába.hu oldalra, ahol ki fogunk térni különböző ilyen juttatásokra, ahova majd szerintem erre is választ fogunk adni, és azt is el fogjuk akkor küldeni. Úgyhogy ennek a pontos részleteivel egy kicsit később jelentkeznénk, de hogyha aki kérdezte, Józsi, ő fönt van az e-mail címe, akkor szerintem ő meg fogja ezt kapni, ezt a follow-upot. Van egy kérdés arról... Bocsánat, mondjad. A Korvin negyedes kérdésre akartam válaszolni. A Korvin negyed irodaház környékére az Üllői út nyilván lenne a legoptimálisabb kerékpáros infrastruktúra, vagy hálózati kapcsolat. Ott ugye tavaly volt egy ideiglenes kerékpársáv, amit a metrópótlás miatt meg kellett szüntetniük. Mi a Magyar Kerékpárosnál azért dolgozunk, hogy amikor a metrópótlásnak vége van, akkor fel kell újítani az Üllői utat, és itt egy kerékpársáv, védett kerékpársáv legyen majd a teljes hosszon. Úgyhogy ez még egy kicsit a jövő zenéje.
de szerintem ez is egy olyan helyzet, amiben munkáltatókkal együtt hatásosabban tudunk fölépni, például a főváros irányába, ez hozzájuk tartozik ez az útvonal. Ott a kisebb utcáknak a kerékpározhatósága pedig kerületi hatáskör, vannak erre célok, hát ott is azért nagyon sokféle más szempontot is figyelembe vesz az önkormányzat, például a parkolást, de ott is van rá cél, tehát ez szerintem egy ilyen együttműködésben felé itt is könnyebben tudunk majd hatást elérni. De mindenképpen tervben van, és fönt van a kerékpárosi térképén is, illetve a fővárosén is egyébként. További kérdések. Jánoshoz esetleg gyakorlati kérdésekben. Jó. Szerintem akkor, ha nincs több kérdés, akkor megköszönjük a részvételt. Mindenki a bevitékítéssel számára... kapcsolatban lehet esetleg kérdezni? Igen, igen. Mert nem emlékszem pontosan ezekre az információkra. Egyrészt, hogy most a jelenlegi helyzetben csináltok-e ilyen bebiciklizést? Tervezzük az újraindítását. Ugye ez egy szolgáltatás, és a szolgáltatásokat már engedélyezik, de nyilván szabadtéri eseményeket még nem, de szerintem ezt ilyen céges kereteken belül már meg lehet csinálni. Közeljövőben szeretnénk ezeket újra elindítani. És arra nem emlékszem, hogy ennek van-e anyagi vonzata, vagy hogy működik ez? Ennek van anyagi vonzata. Igen. Ezt ugye adott esetben attól függ, hogy hány alkalom, hány résztvevő venne ebben a bebiciklizésben részt, és akkor ezt mi meg tudjuk adni a kerékpáros klub elérhetőségén, infokukac.kerékpárosklub.hu-n, hogyha írtok oda, vagy írnak oda, akkor ezt meg tudjuk beszélni. Nyilván van egy anyagi vonzata, de azt hiszem, hogy nem nagyon durva. És egyébként érdemes ezeknél a bebiciklizéseknél arra is valahogy gondolni, hogy ebből esetleg programot csinálni, vagy valamilyen dokumentációt készíteni róla, hogy azok is meg tudják nézni esetleg, akik még nem vettek benne részt, és számukra is hasznos tudást adjuk el. Köszönöm. Én úgy látom, hogy elég jól tudtuk tartani az időt. Igen. Közben Fröli Georginának a hozzászólásait is olvasom, és egy részükben nem tudok vitatkozni, tehát a koncepciós hibás utak, azok sajnos tényleg így vannak. Ami jó hír, hogy amióta ezeknek egy része épült, azóta változott a műszaki előírás és a mérnöki, hát nem is tudom, hozzáállás, és az utóbbi években azért most már megfelelő tervezésű bringautakat szoktak építeni, tehát ez tényleg egy jó hír. A meglévőket, hogy hogyan lehet javítani, erre mondjuk egy példát közelmúltból tudok mondani, pont egy hete vagy két hete adták át a budai alsóra, vagyis hát a budai rakparton a bringaút egyik kereszteződését, a Brentei tér, vagy milyen térnek hívják, azt így van, ott egy pici kanyart, egy picit próbálták beláthatóbbá tenni a gépjárművek számára a kereszteződést, tehát a meglévőkkel is lehet valamit kezdeni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor
a tulajdonosnak és a Budapest közútnak érdemes írni, tehát mondjuk adott esetben az adott kerület önkormányzatának és a Budapest közútnak, hogy ezzel kezdjenek valamit. Egy sima e-mail sok esetben nem elég, de mondjuk egy picit több beszélgetés velük arról, vagy egy picit több támogatás, hogy ne egy embertől jöjjön, hanem mondjuk nem tudom, több embertől ez általában szokott segíteni. Még egy mondattal, hogy reagáljak arra, hogy a biztonság tekintetében én azt gondolom, hogy például a bebiciklizések egy olyan jó program arra, ahol olyan trükköket vagy olyan gyakorlati tanácsokat lehet megtanulni, amivel azok a dolgok is, a rajtunk kívülálló dolgok is megelőzhetőek vagy javíthatók. Tehát ha valakit elsodornak állandóan, az a kerékpáron azért lehet javítani. És a bebiciklizések egyébként részint erről szólnak, olyan gyakorlati tanácsokat adunk a résztvevők számára, mivel a bringázások úgy általában jobb, de mivel megkérdezték, hogy is néznek ki ezek a bebiciklizések, én jó magam is tartottam párat, ugye ez egyénre van szabva, mondjuk egy irodából és irodába érkezéssel meg lehet nézni, hogy hogyan juthatunk el a legbiztonságosabban. Adott esetben a bekötő utakig, tehát mondjuk egy Váci út irodába, akkor el lehet jutni a budai rakpartra, vagy a pesti rakpartra bringával, és a menet közben fennálló veszélyforrásokat ki lehet küszöbölni. Tehát ez egy nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon jó program lehet mindenki számára, és ahogy Áron is mondta, igen, ebből érdemes valami videót, vagy valami jegyzetet is írni utána, hogy ezt mások is használhassák. Egyébként a kerékpáros kisakosban elég sok ilyen problémára is felhívjuk a figyelmet. Ugye nagyon sok helyen az elavult kerékpáros infrastruktúrából származnak konfliktus helyzetek, és ezeknek a kezelése is részben gyakorlatban és részben egy kis tudással szerintem nagyon sok esetben segíthető. De nyilván itt egy hosszabb folyamatra van szükség, amikor átépítik és korszerűsítik ezeket az útvonalakat. Nagyon sok helyen már kinőtte a kerékpáros forgalom azt a kerékpárutat, ami éppen vezet valahol. Ezen dolgozunk a kerékpáros klubnál. Pont talán 2 évvel ezelőtt volt egy konferencia, ahol egy országos konferencia, ahol mérnököknek, városvezetőknek, várostervezőknek beszéltünk arról, hogy az infrastruktúrában milyen konfliktusok vannak kódolva, úgyhogy ez egyébként ez a kérdés abszolút rátapintott egy lényeges pontra. De azt gondoljuk, hogy ez egyébként még nem kell, hogy egy visszatartó elő legyen. Nyilván nagyon sok embernek az utak nem vonzóak, és azért nem ülnek kerékpárra. Ezen lehet segíteni rövid távon ilyen programokkal, tanulással, oktatással, és hosszabb távon pedig természetesen a szakmai munkával és hobbi tevékenységgel. Rendben, nincs több kérdés. Én szerintem a legtöbbet megválaszoltuk. Akkor elköszönünk, nagyon szépen köszönjük az eddigi részvételt és az aktivitást, reméljük, hogy sikerült tényleg olyan gyakorlati dolgokat is bemutatni, amit hasznosítani tudnak a jelenlevők vagy a résztvevők, de bármilyen kérdés esetén állunk rendelkezésükre a jövőben is, mi ezért vagyunk, hogy többen kerékpározzanak a munkahelyekre is. Köszönjük szépen, viszont hallásra, viszont látásra. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Maradjunk kapcsolatban a továbbiakban, a follow-up e-mailben pedig kifunk minden hasznos információt, illetve ennek a videóját.